Jó reggelt kívánok 2024. július 18-án, csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük azt, hogy neked van szabad hozzánk. Hogy napról napra hajlandó vagy megszólítani, egy napon akár többször is, akár különféle igékkel, akár megerősítve azt az üzenetet, amit már egyszer adtál. Köszönjük azt, hogy a te igéd rámutat a mi bűneinkre és hibáinkra is. Hogy te valóban tükröt tartasz elénk, és nem azért, mert bántani akarsz, hanem azért, hogy végül nekünk legyen jobb. A legfőbb jó pedig az, amikor majd együtt örvendezhetünk a te mennyei országodba. Köszönjük, amikor ennek az előízét megérezhetjük, és nem pokol az életünk, hanem egy kicsit mini mennyország. Kérünk, tégy így a mai napon is. Add, Urunk, hogy megértsük a te szabadat, hadd maradjon az meg a szívünkbe, a gondolatainkba, kísérj minket egész nap. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, Szentlélek Isten, így légy közöttünk. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt olvasom, Eszter könyvének a 8. részét. Azon a napon Ahasvérus király Eszter királynénak adta Hámánnak, a zsidók ellenségének a házát. Mordokaj pedig bement a király elé, mert Eszter megmondta, hogy az ő hozzátartozója. A király lehúzta pecsétgyűrűjét, amelyet visszavett Hámántól, és odaadta Mordokajnak. Eszter pedig Mordokajt Hámán házának a felügyelőjévé tette. Azután ismét beszélt Eszter a királlyal, lába elé borult, és sírva kért kegyelmet tőle, hogy hiúsítsa meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók ellen kigondolt. A király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát. Eszter fölkelt, megállt a király előtt, és ezt mondta. Ha jónak látja a király, ha jó indulattal van irántam, ha helyesnek tartja a király, és kedves vagyok neki, adjon ki egy iratot, hogy vonják vissza az agági Hámánnak, Hameddátá fiának a tervét tartalmazó leveleket, amelyeket azért írt, hogy valamennyi királyi tartományból kipusztítsák a zsidókat. Mert hogyan tudnám elnézni azt a veszedelmet, amely népemre vár, és hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását? Ahasvérus király így felelt Eszter királynénak és a zsidó Mordokajnak. Hámán házát már Eszternek adtam, őt pedig felakasztották, mert kezet emelt a zsidókra. Ti meg írjatok a király nevében, amit a zsidók érdekében jónak láttok, és pecsételjétek le a király gyűrűjével. Mert az az irat, amelyet a király nevében írtak, és a király gyűrűjével pecsételtek le, visszavonhatatlan. Akkor tehát hívatták a királyi írnokokat a 3. hónap, vagyis Szíván hónap 23-án, és mindent Mordokaj parancsa szerint írtak meg a zsidóknak, a kormányzóknak, a helytartóknak és a tartományok vezetőinek, Indiától Etiópiáig, 127 tartományba, minden egyes tartománynak a saját írásával és minden egyes népnek a maga nyelvén. A zsidóknak is a maguk írásával és a maguk nyelvén. Ahasvérus király nevében írták, és a király gyűrűjével pecsételték le. Lovas futárokkal, a királyi ménes postalovain vágtattak, leveleket küldtek, amelyekben megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűjjenek életük védelmére, sőt, elpusztíthassák, legyilkolhassák és megsemmisíthessék azokat, akik a népek közül és a tartományokból rájuk támadnak a gyermekekkel és asszonyokkal együtt. Vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. Ahasvérus király minden tartományában ugyanazon a napon, a 12. hónap, vagyis Adár hónap 13-án az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak bosszút ellenségeiken. A futárok királyi postalovakra ülve lázas sietséggel indultak útnak a király parancsával, Susán várában pedig kihirdették a törvényt. Ezután Mordokaj bíborkék és hófehér királyi ruhában, nagy aranykoszorúval és fehér lenvászonból meg bíborvörös gyapjúból készített palástban távozott el a királytól. Susán városa pedig újongva örvendezett. A többi zsidóra is felvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés napja. Minden egyes tartományban és minden egyes városban, ahová csak a király törvény erejű parancsa eljutott,
Örültek, vigadtak, lakomáztak és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés. Eddig a felolvasottig ez szakasz. Folytatódik tehát Eszter könyve, és benne a történet, amelyet megkezdtünk. Ismét jön az a kép, amit már ismerünk, hogy ugyebár, ha valaki a királlyal beszélni akar, és hivatlanul megy elé, és nem fogadja a király, akkor azt megölik. Most azért már Eszter bátrabb, és tudja, hogy úgymond nyert ügye van, megáll a királlyal szemben, és ő kinyújtja ismét a királyi pálcát, tehát mondhatja azt, amit szeretne, oda mehet hozzá. Közben az előzmény az, hogy Hámán, akit ugye felakasztottak, a teljes vagyonát gyakorlatilag elveszik, megfosztják tőle, és odaadják Eszter királynak, illetve Mordokajnak. Úgy, hogy Eszter megteszi Mordokajt. Gyakorlatilag ott házfelügyelőnek, mindenesnek. Ma talán azt mondanánk, hogy menedzsernek, vagy valami ehhez hasonlónak. A Mordokaj, aki eddig olyan mellékszereplő volt, gyakorlatilag most egy ilyen főszereplővé válik, átveszi Hámánnak a helyét, gyakorlatilag kiskirály lesz belőle. Na de nem ez a legfőbb üzenete ennek a történetnek. Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon alázatos, ahogyan Eszter kér. Nyerekbe van. Nyert ügye van. Mégis négy olyan dolgot mond, ami azt mutatja, hogy milyen nagy tisztelettel és alázattal viszonyul a király felé. Ezt olvassuk. Ha elnyertem a király jó indulatát, ha jónak látja a király, és azt mondja, hogy ha kedves vagyok neki. Tehát mindezek ott vannak olyan kérésként, ami azt gondolom, hogy megszívlelendő és átgondolandó, hogy olyan mi hogyan szoktunk kérni. Most nem is annyira azt gondolom, hogy tőlünk, mint főnököktől, akik adott esetben a munkát kiadjuk. Hogy kérsz a szüleidtől? Mennyire van tisztelet benne? Mennyire van alázat benne, mert azért még egyenlőre ott tartunk, hogy meglehetősen rá vagyunk utalva a családunkra, a szüleinkre, és ez jó, ez nem baj, ez jó. Én is nagyon vágytam arra, hogy mikor jön már el az az idő, amikor végre úgymond a magam kenyerét ehetem, és haragudtam az édesapámra, aki valahányszor nem tetszett neki valami, amit csináltam, azt mondta, hogy amíg az én kenyeremet eszed, amíg ebben a házban laksz, és azt mondtam, hogy mikor költözök már el, mikor lesz már önálló életem, és majd akkor megmutatom, és mikor oda került, hogy na majd akkor megmutatom, akkor én is pofára estem, és rájöttem, hogy nem is olyan egyszerű ám ez a dolog. És nem olyan rossz dolog az, hogyha a családdal és a szüleinkkel együtt tudunk élni. De vajon megvan-e még bennünk az az alázat, hogy egy kicsit úgy jobban szeretettel fordulunk feléjük. Eszter is ilyen alázattal. És mit mond neki a Ahasvérus? Azt, hogy figyelj, nem tudok mit csinálni. Lehetetlen dolgot kérsz. A mérek és a perzsák visszavonhatatlan törvény, hiszen úgy utálom ezt a visszavonhatatlan, meg ez a hetetlen, hatatlan dolgokat. Lehetetlen, tévedhetetlen, csalatkozhatatlan, visszavonhatatlan, vitathatatlan lehetne sorolni a hetetlen, hatatlan dolgokat. Pedig semmi nem az. Egyedül talán a kegyelem az, ami visszavonhatatlan, amit Isten felkínál nekünk Jézus Krisztusban. De egyébként tudjuk azt, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Nincs lehetetlen. Nem tudom, Kovalszki meg a Vegát mennyire szoktatok hallgatni. Van egy ilyen számuk, aminek az a refrénje, hogy eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. És azt gondolom, hogy valóban így van, hogy minden lehetséges. És nincs olyan, hogy visszavonhatatlan, meg tévedhetetlen, meg csalatkozhatatlan. Ja, hogy hiúság van, az igen. Ha valaki hiú, akkor ott van csalatkozhatatlan, meg tévedhetetlen, csak ez nem igaz. Ő gondolja saját magáról. Mert valahogy úgy vagyunk vele, hogy én mindig egy kicsit jobb vagyok, mint más. Valaki egyszer azt mondta, hogy a világon az ész van a legjobban elosztva, mert mindenki azt gondolja, hogy én egy picit többet kaptam, mint a másik. És tényleg sokszor így vagyunk ezzel, hogy azt gondoljuk, hogy én egy kicsit jobb vagyok, mint a másik, én egy kicsit okosabb vagyok, mint a másik. De a keresztény embernek a mérce az Jézus Krisztus. És éppen ezért nincs jogunk hiúnak lenni. Hogy azt gondoljuk, hogy tévedhetetlen vagyok, csalatkozhatatlan vagyok. Se kicsiny hitű ne legyek, hogy ezt vagy azt nem tudom megcsinálni. Se nagy képű ne legyek, hogy én jobb vagyok akár a többieknél. Az, ami a zsidóknak először gyász és böjt volt, hiszen így kezdődött, hogy gyászba borult Susánnak a vára is, és böjtöltek Eszterért 3 napig, most eljött az ideje, amikor örvendeznek, lakomáznak és vigadoznak. Mindennek rendelt ideje van.
Rendelt ideje van a munkának is, rendelt ideje van a pihenésnek is. És amikor Ahasvérus válaszol Eszternek, akkor nekem úgy tűnik, mintha egy ilyen gyenge kezű király lenne. Figyelj, ott a pecsét gyűrű, írjatok, amit akartok. Pecsételjétek el a gyűrűmmel, aztán lesz valahogy. És Mordokaj, meg Eszter, hiszem, hogy kikérik Istennek a vezetését. Azt úgymond nem lehet megmásítani, mert visszavonhatatlan, hogy a zsidókat szabad gyilkolni a 12. hónap 13. napján. Azért hoznak egy ellentörvényt, hogy ezen a napon a zsidók büntetlenül bánthatják, mészárolhatják azokat, akik az ellenségeik. Na azért így már rögtön másképpen néz ki a dolog, és átgondolja az ember, hogy akarok én bármelyik zsidóval rossz viszonyban lenni, de hogy akarok, hát akkor ők nekem eshetnek. Tehát valahol mégiscsak sikerül a visszavonhatatlan törvényt megmódosítani, megmásítani, átváltoztatni. A mai napon maradjon ott a szívünkbe, hogy nincs hetetlen és hatatlan Istennel. Vele minden lehetséges. Próbáljunk meg egy picit alázatosabb lenni. Ha kérünk, ha dicsérünk, tegyük azt szeretettel, különösen is a szüleinkkel szemben. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyán, köszönjük azt, hogy nálad nincs hetetlen és hatatlan, mert te bármit képes vagy megtenni. Ha kell, a fizikai törvényeket is felfüggeszted. Ha kell, akkor olyan dolgokat teszel, amiről talán nem is gondoltuk volna. És köszönjük, hogy a tervednek a részesei lehetünk. Hogy velünk is terved van. Hogy senki nem fölösleges ebben az életben. Kérünk Istenünk, ennek a tudatában hadd tegyük mindazt, amit ránk bíztál. Adj ehhez erőt, bölcsességet és türelmet. Így kérünk, hogy alázatos szívvel hadd tudjuk megtenni azt, ami tőlünk telik, és hadd érezzük ebben jól magunkat. Hadd legyen benne öröm és békesség. Bocsáss meg, kérünk, minden bűnünket, amit elkövettünk, akár ellened, akár fele barátaink, vagy önmagunk ellen. Kérünk, hogy te adj a betegeknek gyógyulást. Vigasztald meg a gyászolókat, és ha lehet, minél előbb szüntesd meg a háborúkat. Imádkozunk azokért, Urunk, akik úton vannak, és azokért is, akik valahol hirdetik a te igédet, talán táborukba vagy más egyéb helyeken. Kérünk Istenünk, hadd legyenek minél többen, akik megtérnek, és utána megszentelt életet élnek. Erre segíts, kérünk, bennünket is. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Áldott napot mindenkinek!